A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Nagy reményekkel várjuk. Úgy gondolom, hogy a lányok tényleg mindent elkövettek a felkészülés folyamán, hogy jó formába kerüljenek, sokat tudnak futni, sokat tudnak sprintelni. Az edzőmérkőzéseken jól játszottunk, néha célfocit kellett játszanunk, mert mondjuk az ellenfél letámadott minket, néha tudtunk szebbfocit játszani, de egy a lényeg, hogy eredményesek voltunk. Ugyanezt várom a lányoktól, tehát reményeim szerint sok szurkoló fog kijönni, sokan fognak minket buzdítani, és azt gondolom, hogy értük meg a klubért, mindent el kell követniük azért, hogy tényleg sikeresek legyünk, és tavalyi évhez hasonlóan újra a magyar kupa döntőt tudjunk játszani. Ahogy ugye első évesek voltunk az NB1-ben, és így utólag visszagondolva nagyon büszkék vagyunk az ezüstéremre, a kupa döntőben. Viszont mégis van némi hiányérzetünk, úgyhogy már csak ezért is szeretnénk bejutni, és megismételni a tavalyi szereplésünket. Tehát ami a felkészülésünket illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon jó erőben van a csapat. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy a csapat részéről, illetve a szurkolók teljes joggal elvárhatják azt, hogy megismételjük a tavalyi szereplésünket. Mi beadtuk, hogy abban az esetben, hogyha bejutunk a magyar kupa döntőjében, akkor szeretnénk ezt megrendezni. Én azt gondolom, hogy látják azt, hogy tényleg Magyarországon a női labdarúgásban nálunk van a legnagyobb szurkolótábor. És hogyha tényleg a női labdarúgást szeretnék istigazából reklámozni, akkor abban az esetben, hogyha mi ott vagyunk a döntőben, akkor a tavalyi budapesti finál után szerintem itt kell, hogy legyen a magyar kupának a döntője, mert ez egy olyan esemény lenne, ami még Magyarországon soha nem volt. Én biztos vagyok abban, hogy arra a mérkőzésre 5-6 ezer ember is kilátogatna, tehát ilyen még a női labdarúgásban Magyarországon nem volt. De ennyire nem menjünk előre. Nagyon-nagyon fontos mérkőzés vár ránk vasárnap, amit nagyon szeretnénk megnyerni. Szeretnénk azt, hogy sok szurkoló jöjjön ki, sokan buzdítsanak minket, adjanak erőt a lányoknak, és mi pedig szeretnénk őket boldoggá tenni. Hogy ezt hogy tudjuk? Hát csak úgy tudjuk őket boldoggá tenni, hogyha ezt a mérkőzést megnyerjük. Érkezett hozzánk két amerikai játékos, meg egy magyar. Mind a hárman nagyon jól be tudtak illeszkedni a csapatban, nagyon pozitív szellemiségű lányok, és azt gondolom, hogy ők erősítést jelentenek a csapat számára. A felkészülési mérkőzések is bizonyították, nem csak ugye eredményben, hanem tényleg azt tapasztaltam a pályán, hogy tényleg az utolsó percig mentek megállás nélkül, a lányok sprinteltek, hajtottak, futottak, úgyhogy én tényleg nagyon bizakodó vagyok, természetesen van bennünk egy egészséges druk, ami azt illeti, hisz hazai pályán, hazai közönség előtt fogunk játszani. De még egyszer mondom, hogy csak a továbbjutás elvárható, ugyanis tényleg mindenki felkészült, tudja a dolgát, begyakorlatunk, vannak új játékelemek, mint már elhangzott a vezetőedző szájából. Úgyhogy igazából várjuk már a vasárnapi mérkőzést. Akkor egyből 11-es rúgások lesznek, hogyha a mérkőzés döntetlenre végződik, de hát ezt mi szeretnénk elkerülni. Szeretnénk ellenük egy győzelmet ünnepelni a közönségünkkel, ugyanis azt gondolom, hogy megérdemlik, mert amit ősszel nyújtottak, az számunkra óriási segítség volt. Nagyon remélem, hogy tavasszal ugyanezt a segítséget meg fogjuk tőlük kapni. Köszönjük szépen a klub vezetésének, hogy Magyarországon egyedülálló módon biztosítják a számunkra, hogy a mérkőzéseinket a stadionba tudjuk rendezni. Ez számomra óriási segítség, ugyanis hogyha szeretnék mondjuk egy játékost igazolni, és bemutatom, hogy mi hol játszunk, akkor nem az anyagiakat nézi, hanem sokkal könnyebben idejön hozzánk. A másik nagy segítség pedig az, hogy az utánpótlás játékosaink azt látják, hogy igenis, hogyha dolgoznak és oda tudnak kerülni a felnőtt csapathoz, akkor egy ilyen gyönyörű stadionban tudnak egyszerűen majd pályára lépni. Tehát ez tényleg nagyon nagy segítség nekünk, és ezt még egyszer köszönöm a klub vezetésének, ugyanis itt van az, ahol ugyanúgy megbecsülik a női labdarúgó csapatot, mint a férfit. Profi körülményeket teremtenek nekünk, és ezáltal tudunk úgy dolgozni, hogy tényleg eredményesen.
amit a lányok azt gondolom, hogy maximálisan megbecsülnek, mindenki tudja, hogy hol a helyünk. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a elsődleges klubon belül a férfi labdarúgás, és utána jövünk mi, itt a labdarúgó szakosztályon belül, de mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tényleg a klubnak dicsőséget, a szurkolóknak pedig boldogságot okozzunk. Mindig minden esetben kell készülni, erre is fel kell készülni, már az edzéseken is gyakoroljuk, illetve gyakoroltuk a pontrugásokat. De én hiszek az elvégzett munkában, bízom a csapattársaimban, mint már többször említettem, tényleg mindenki tudja a dolgát, tehát itt már az utolsó pillanatokban, percekben már nem lehet itt taktikai jellegű dolgokon változtatni, be van gyakorolva, végig a felkészülési meccseken alkalmaztuk, csináltuk, helyek közel jól is csináltuk, jól alkalmaztuk, úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a 90 perc alatt el kell dönteni ennek a mérkőzésnek a kimenetelét, és szerintem mi erre képesek vagyunk, alkalmasak vagyunk rá.